Ünnepélyes keretek között tették le az alapkövét annak a csarnoknak, mely az űrt technológiai központnak ad majd helyet Martonvásáron. A 10 milliárd forintos beruházás a tervek szerint 2026-ra készül el. A 4000 négyzetméteres komplexumban műholdak és űrrendszerek tervezését, gyártását és tesztelését végzik majd. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a műholdgyártási képesség nem csak gazdasági, hanem biztonsági és szuverenitási kérdés is egyben. Nagy Márton hozzátette, az űripar a világ egyik legjobban növekedő, válságálló iparága. Az űripar a világ egyik legjobban növekvő, nemzetközi felmérések szerint is válságálló iparág, amelynek értéke 2023-as 630 milliárd dollárról egyes becslések szerint 35-re elérheti az 1800 milliárd dollárt. Ráadásul az űripar, ami a technológiai fejlesztés csúcsát jelenti, rendkívül magas multiplikátor hatással rendelkezik a gazdaságban. A technológiai központban létrehoznak egy 1500 négyzetméteres speciális laboratóriumot, mely a kifejlesztett eszközök tesztelésére alkalmas. A magyar űrkutatás sikertermékét a korábbi KFKI által lefejlesztett és Farkas Bertalan által a világűrbe vitt PILLE sugárzásmérő eszközt. A PILLE dózismérőt máig az Energiatudományi Kutatóintézet kutatói fejlesztik, és a REMRED mérnökei gyártják. Így mondhatjuk, hogy ennek a több évtizedes tudásnak az alapjaira alapítottuk meg vállalatunkat. A beruházás a 85 új, magas hozzáadott értékkel rendelkező munkahely jön létre.